Na sziasztok mindenki! Ma megint egy történetmesélés videót hoztam el nektek. Egy régebbi videómból láthattok most egy részletet. Nyitom a szememet és azt látom, hogy a székbe, hú, kiráz a hideg, már most ül valaki. Mondom, miért tolsz? Gyerekek, újra megtörtént, csak máshogy. Aki nem bírja az ilyet, az kapcsolja ki, legyen szíves a videót. Nem lesz olyan ijesztő, csak nekem volt az, ma este úgyse alszok. Előtte egy álmom volt. Egy angyal jelent meg nekem, mondom, mi a tolsz, angyalkám? Azt mondja nekem, te ide figyelj, Dani. Mondom, mi a tolsz? Figyelj, te még nem halhatsz meg, még nem viszlek magammal. Ez meg mi volt? Véget ért az álom, gyerekek, és hajnali 4-kor fölébredtem. Ugye a régebbi videómat majd meg tudjátok nézni, akkor a széken beült valaki, de széken már nincs. Itt bent ilyen kis aranyos kis puffocskám van már, és egy öreg, ráncos, vékony nő ült a puffon. Tudtam, hogy ébren vagyok, nagyon megijedtem, és elkezdtem ordibálni, így még nem ordibáltam tényleg, ilyen, elkezdtem visongatni, hogy mi az, ez mi a tosz. Kapkodtam, emlékszem, hát lehet, hogy félelemben voltam, de szerintem nem álmodtam, tisztán emlékszem, hogy ott volt valaki. Tudjátok, kapkodtam a telefonom után, hogy majd én oda világítok, hogy tényleg ott van-e valaki. Oda világítottam, és senki nem volt ott. Gyerekek, az osztálytársaim azt mondják, hogy megbolondultam, mert nekik is elmeséltem reggel, de tényleg nem fogyasztottam alkoholt, semmi nem volt a szervezetemben, hogy még halucináljak, úgyhogy tényleg lehet, hogy csak álom volt, de egyre sűrűbben fordulnak elő ilyenek, lehet, hogy meg vagyok bolondulva, de ha volt hasonló sztori veletek, akkor légy szíves, osszátok meg, és akkor meg tudjátok nézni az előző ilyen videómat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!